Sziasztok! Ez már itt az ötödik rész, és most egy teljes fejezetet szeretnék felolvasni, úgyhogy ez egy picivel hosszabb lesz, mint az eddigiek, de nagyon egyben van szerintem, úgyhogy kár szétszedni. És a könyvben ez az utolsó olyan rész, olyan fejezet, ami ezt az eddigi témakört boncolgatja, az eddigi probléma feltevést boncolgatja. És akkor szeretném azzal kezdeni, ami a személyes hozzáfűzni valom, de nem feltétlenül személyes tapasztalatról van szó, szóval inkább csak meglátásról, saját meglátásról. A 21. századi probléma is, illetve mostanában a napjainkban nagyon élesen látszódnak ezek a problémák, természetesen mindig is fennálltak az ember életében. Az úgynevezett kiégés, a motiválatlanság. Nem olyan régen egy nagyon kedves ismerősöm, kedves barátom mondta azt magáról, hogy iszonyatosan fáradt vagyok, kiégett vagyok, és csak sodródom, és nincs semmi motivációm. És ennek az embernek az élete kívülről nézve maga a tökély. Csodálatos családja van, kitanította a gyerekeit, tényleg szép házban él, mindene megvan, jó autó, nyaraló, iszonyatosan jó munka, nagyon magas fizetéssel. Ennek ellenére így érzi magát, és azt mondta magáról, hogy kiégett és sodródik. Pedig az ember életének egyébként olyan nagyszerű szerepei vannak, és az alapvető szerepek tulajdonképpen elegendőek ahhoz, hogy az ember boldogan éljen. Most nézzük egy nő szerepköreit, akkor, hát ugye természetesen jó esetben, akkor az ember feleség és anya. És ezek olyan szerepkörök, amik elegendő feladatot adnak az embernek az élete során. Ugye egy feleség vagy egy férj akkor tud boldog lenni, hogyha boldoggá tudja tenni a párját, és ugyanazt a boldogságot viszont kapja tőle. Ez rendkívül fontos. Ebben aztán nagyon sok minden rejlik még. Egy szülő akkor boldog, hogyha a gyerekei egészségesek, hogyha jól tanulnak, hogyha jó iskolát végeznek, ügyesek, sok mindenben tehetségesek. Aztán vegyük például egy tanárt. Egy tanár akkor tud boldog lenni, hogyha a munkája során a tanítványai fejlődnek, gyarapodnak az ismeretekben, vagy vegyünk egy vezetőt, mondjuk egy igazgatót, nagyon fontos, mert hogy a munka is egy alapvető szerep az ember életében. Fontos, hogy egy igazgatónak a beosztottjai elégedettek legyenek, hogy megbecsüljék az igazgatót, hogy felnézzenek rá, és így tovább, és így tovább, és így tovább. De akkor miért van az, hogy az emberek azt mondják magukról, hogy kiégettek, és nem motiválja őket semmi? Hát egész egyszerűen az az oka, hogy ezek a szerepek nem működnek. Ezekben a szerepekben valami porszem került a gépezetbe, és nem tudják, nem működnek megfelelőképpen, ezért nem tudják kielégíteni az embert. Teszem azt, van egy rossz házasság, ugye, ami kívülről jónak látszik, belül nem tudjuk, hogy milyen. Vagy mégsem úgy megy a munkahelyen minden, ahogy az a nagykönyvben meg van írva, mert mondjuk egy vezető nem bírja, nem birtokolja a beosztottjai elismerését. Van ilyen. Én is ismerek ilyet. És akkor konkrétan, természetesen név nélkül szeretnék beszélni valakiről. Ez egy gyerek. Adott volt egy család, és a szülők úgy döntöttek, hogy külön folytatják az életüket, az útjaikat, és a gyerekek először az édesapával maradtak. Na most a szülők nagyon szerettek volna jó iskolát biztosítani a gyerekeiknek, de ez az iskola pénzbe kerül. Így külön-külön valahogy nem jutottak megegyezésre, és az édesanyja úgy döntött, hogy külföldre megy dolgozni. Rendkívül jó indoka volt rá, hogy itt hagyja a gyerekeit Magyarországon. Az indok ugyanis nem volt más, mint hogy a jó iskolát biztosítson a gyerekeinek. Mit jelent a jó iskola? A diák, a gyerek az iskola éveit nyugalomban, békességben tölti el. Jó osztálytársak között, mert az ott már egy válogatott társaság, ugye egy fizetős iskolában. Jó tanárok tanítják, hiszen a tanároknak is érdekük, hogy egy ilyen iskolában a diákok megmaradjanak. Hogyha jól tanul,
akkor jó egyetemre mehet, jó munkája lehet, és sok pénzt kereshet. Boldog lehet az életben, adott esetben majd a családját is boldogságban tudja vezetni. Tehát mindezek nagyon nemes célok, tényleg megkérdőjelezhetetlen. És ha nagyon akarom, még el is tudom fogadni, hogy valóban egy ilyen célért egy anya elmehet külföldre, és küldheti haza a pénzt a gyerekeinek. Igen ám, de akivel én találkoztam, az nem az anya volt, hanem a gyerek. Egy napon, amikor találkoztam vele, borzasztó búskomornak láttam őt, és megkérdeztem, hogy mi a baj, miért vágsz ilyen savanyú uborka képet, és akkor ő teljesen természetesen azt mondta nekem, hogy de hát én mindig ilyen vagyok. Hát hogy mindig ilyen vagy? Mert én mindig anyára gondolok. Ez volt a válasz. Hát nagyon szíven ütött, nagyon megdöbbentő. Tehát mindaz, amit az előbb elmondtam, jó, ugye jó iskola, jó tanárok, stb. Nézzük meg a másik oldalról. Van egy szomorú gyerek, egy boldogtalan gyerek, aki életének minden percét boldogtalanságban tölti. Magyarul teljesen kikerült abból a szerepből, és abból a környezetből, amiben ő boldogságra tud lelni, vagy öröme lehet benne. Számtalan ilyen eset van, és a kiégésnek, a sodródásnak, a motiválatlanságnak mindig az az oka, hogy az alapvető szerepek nem működnek rendesen. És ezért az emberek talajt vesztenek. És akkor most szeretném elolvasni ezt a teljes harmadik fejezetet, ami egy kicsit majd történelem is lesz, először a magának az írónak egy picit a visszatekintése, és utána pedig ténylegesen a világban megtörtént eseményt fog leírni. A címe Seattle törzsfőnök nagy szónoklata. 1944-ben születtem. Akkoriban az országunk háborúban állt Japánnal. 45. augusztus 15-én, egy évvel a születésem után Korea felszabadult. 1950. június 25-én, amikor 7 éves voltam, kitört a koreai háború. 51. augusztus 15-én, nagyjából egy évvel a háború kitörése után meghalt az édesanyám. Annyira szegények voltunk, hogy nem tudtuk kórházba vinni beteg anyánkat. Miután 3 napon át szenvedett a fájdalomtól, meghalt. Máig sem tudom, milyen betegségben halt meg, csak a temetésére emlékszem. Anyám halála után egy hónappal a bátyám bevonult katonának. Mivel dúlt a háború, apám sosem volt otthon. Idősebb nővérem akkor 15 éves volt, a másik nővérem 13, én 7 éves voltam, az öcsém pedig 4. Nem volt könnyű négyünk számára szegénységben, felnőtt gondoskodása nélkül élni. Egy éjjel, amikor felébredtem, láttam, hogy a nővérem sír, mert nem tudott gondoskodni a húgunkról. Ez meghaladta egy 15 éves lány erejét. Amikor a koreai gazdaság fejlődésnek indult, azt mondták, hamarosan elérkezik a saját autók korszaka. Micsoda? Mikor? Még ma? Saját autót birtokolni olyan álom volt, amit akkoriban el sem tudtam képzelni. Én igazán nehéz időkben nőttem fel. Gyerekkoromban az volt a leghőbb kívánságom, hogy egyszer jól lakhassak. Ahogyan ez megszokott volt, az ember júliusban betakarította az árpát, novemberben pedig betakarította a rizst. Az ősszel betakarított rizssel júliusig, azaz 8 hónapig ki kellett volna húzni, de még mielőtt beköszöntött volna a május, a rizs mind elfogyott. Mivel a júliusi árpaaratásig nem volt mit enni, az emberek felmentek a hegyekbe, lehúzták a fák kérgét és azt ették, vagy elmentek a rétekre káposztát szedni, gyökereket ásni. Tudjuk, hogy a zöldségfélék jót tesznek a szervezetnek, de a káposzta méreganyagokat tartalmaz, ezért ajánlott gabonafélékkel keverve fogyasztani. Ha az ember csak káposztát eszik, ételmérgezést kap. Tünetei a nők esetében a farkasfogság vagy arcduzzanat. Akkoriban sok nő lett beteg a káposzta okozta ételmérgezés miatt. Az ürem volt az egyetlen káposztaféle, amiben nem volt méreganyag, ezért ennek a gyökerét ásták ki és ették meg az emberek. Közben szúrnám azt, hogy ha jól tudom, egy brazil televíziós társaság dokumentumfilmet készített most a közelmúltban, tehát ez most zajlott Koreában,
Párkokszulelkész úrral, az életéről, és láthattuk ennek a dokumentumfilmnek az első részét, amikor ő a gyerekkoráról mesél, és ő már 80 közelében jár, hát ott állt a szülőháza előtt, tehát ott forgatták a filmet, zokogva mesélte ezt, amit én most olvasok, zokogva. Tehát én most eldarálom, mert hosszú a fejezet, de valójában ezek olyan súlyos nyomot hagytak az akkori gyerekekben, hogy ezt hordozzák mind a egész életükben, mind a mai napig. Júliusban születtem, amikor az emberek éppen a frissen aratott árpát fogyasztották. Ha visszagondolok arra az időszakra, amikor anyánk még élt, emlékszem, hogy mindig hántolt árpát ettünk. Alkalomottan voltak napok, amikor az árpára került egy kis rizs is. Azok voltak az én születésnapjaim. Akkoriban azt gondoltuk, milyen boldogok lehetnénk, ha ehetnénk eleget, és rendes cipőt hordhatnánk. Ma viszont pontosan azon az életszínvonalon élek, amilyen életszínvonalon élt akkoriban az elnök. Olyan cipőket és öltönyöket viselek, amilyeneket még az akkori elnök sem hordhatott. Akkoriban olyan órát viselt az ember, amit folyton fel kellett húzni és be kellett állítani. Ma viszont olyan óráink vannak, melyek másodpercre pontosan ketyegnek. Na és mondanom sem kell, hogy ma már természetesen jó autókkal járunk. A Yongin Szabadidő Parkban kiállítottak egy egymotoros repülőt, amivel régen az elnök repült. Ha manapság az emberek egy ilyen repülőbe kellene beszállnia, még félni sem lenne bátorsága. Manapság olyan repülőket használunk, melyeknek a teljesítményét és méretét nem lehet összehasonlítani az akkori repülőgépekkel. Ilyen például a Boeing 747-es vagy az A380-as. Összehasonlítva a gyerekkorommal, ma hihetetlen jólétben élek. De nem csak az életminőségem változott meg. Ha visszatekintek, azt látom, hogy ma az emberek szíve is más, mint akkoriban. Amikor még iskolába jártam, megszokott volt, hogyha új tanuló jött az osztályba, egy verekedés eldöntötte, ki az erősebb. A barátok körbeálltak, aminek a közepén állt a két verekedő. Amikor a győztes és a vesztes ott állt, mint a szöveg, oldalról valaki odahívta mind a kettőt. Most fogjatok kezet! Azután, hogy kezet ráztak, a vitának vége lett, és a mérkőzés után is jól kijöttek egymással. Ha összehasonlítjuk az emberek magatartását, megállapíthatjuk, hogy manapság az emberek sokkal kicsinyesebbek, érzékenyebbek és hűvösebbek. Sokan csak magukkal törődnek. Abban a pillanatban, hogy az ember úgy érzi, csak egy kicsit is háttérbe került, vaktában vagdalkozni kezd. Majd ha azt gondolja, hogy ez nem az ő problémája, figyelmen kívül hagyja bármi is történt körülötte. Mindegy, hogy az ember melyik országba repül, ritkán talál olyan országot, ahol az emberek olyan jól élnek, mint Koreában. Amerika például gazdagabb, mint Korea, az emberek mégis szerény életet élnek. A lakásokban az ablakok mintössze egyetlen ablaktáblából állnak. Koreában az ablakoknak alumínium kerete van, és több réteg vastag üveg van bennük. Bevonják és színezik az ablakokat, hogy védjenek az UV-sugárzástól és persze az idegen tekintetektől. Minden esetre a melegség, a szívélyesség és a szeretet, melyeket korábban, szegény időkben még érezni lehetett, mára kivesztek. Amikor az európaiak felfedezték az amerikai kontinenst, sok angol puritán vándorolt ki Amerikába a vallásszabadság miatt. Később követték őket más országokból is, akik szintén letelepedtek. Észak-Amerika óriási kontinensén eredetileg indiánok éltek, akiket a törzsfőnök vezetett, és akik vadászatból tartották fel magukat. Az indián törzsfőnökök között volt egy Seattle nevű indián. Egy napon olvastam Seattle törzsfőnök szónoklatának leírását. Ez a szónoklat egy válasz volt az amerikai kormány által adott ajánlatra, melyben arról tájékoztatták az indiánokat, hogy meg fogják vásárolni a földjüket. Washington nagyvezére hírt küldött, mert megkívánja vásárolni a földünket. Udvarias vételi ajánlatnak tűnt, de közel sem volt egyszerű vásárlási javaslat. Az ajánlat ugyanis magában foglalta, hogy amennyiben az indiánok nem egyeznek bele az eladásba, úgy egész egyszerűen el fogják venni tőlük a földet. Az indiánok fegyvere az íj és a nyílvessző volt,
Az amerikaiak viszont lovassággal, gyalogsággal és lőfegyverekkel rendelkeztek, vagyis meglehetősen egyenlőtlen küzdelemnek néztek elébe. Amennyiben az amerikaiak erőszakkal beveszik, az indiánoknak nem sok választásuk marad, mint átengedni a földet. Ha a Seattle törzsfőnöknek lett volna bármi lehetősége, hogy megtartsa a földet, meg is tette volna, és akkor az indiánok ott folytathatták volna az életüket, ahol addig is. Ám ilyen lehetőség egyszerűen nem volt. Ezért a törzsfőnök azt kérdezte, hogyan lehet megvenni vagy eladni az eget, vagy a föld melegét? Számukra ez elképzelhetetlen volt. Földet eladni? Létezik olyan, hogy a friss levegő, a tiszta víz, vagy a gyümölcsöző föld nem az emberé? Mindez a természeté, és az ember pusztán kegyelemből élvezi. Hogy lehet kijelenteni, hogy mindezek egyetlen ember tulajdonában vannak? Az illatos virágok a nővéreinké, az őzek és a lovak a fivéreinké. A sziklás csúcsok, a pónik és az emberek testmelege, ezek mind ugyanahoz a családhoz tartoznak. A folyók és a patakok sokkal többek, mint egyszerű folyóvizek. Olyanok, mint a vér. Hogy lehet mindezért pénzt elfogadni? Hogy lehet eladni? Teljesen elképzelhetetlen. De sajnos mégis el kellett adniuk. Tudnotok kell, hogy a föld, amit meg akartok venni, szent. Seattle törzsfőnök arra kérte a fehéreket, hogy olyan szívvel bánjanak a folyókkal, mintha a családtagjaik lennének. Hiszen az indiánok úgy tekintettek a folyókra, mint a fivéreikre és rokonaikra. Noha eladták a földet, Seattle törzsfőnök remélte, hogy a fehérek felismerik majd a friss levegő értékét, ami az élet alapfeltétele. Remélte, hogy észreveszik a szél fontosságát, ami úgy sugalmaz, ahogy a nagypapa lélegzete tanít egy gyermeket. Remélte, hogy úgy ápolják majd a földet, hogy a fehérek is találkozhassanak azzal a széllel, ami a virágok és a préri illatát fújja feléjük. El akarta mondani, hogy a föld volt az ő anyja, és minden dolog alapja. A föld nem az emberé, az ember a földé. Ezért szerette volna a szívükbe írni, hogy ez nem csupán egy föld, amit az ember eladhat. De ha már eladjuk nektek, ahogy ti ezt kívánjátok, szeressétek úgy, ahogy mi szerettük. Törődjetek vele úgy, ahogy mi törődtünk. Így nyilvánította ki Seattle törzsfőnök összetört szívét, amiért elveszítette a földet. A majdani kormánytisztviselőket teljesen elbűvölte a szónaklat. Róla kapta nevét a város Seattle. Korábban az indiánok vadászatból tartották fenn magukat, így igazán meg kellett harcolniuk a túlélésért. A vadászat nem volt olyan egyszerű, mint ami ennek hangzik, hiszen az állatok nem sétálgattak folyton az ember körül, vagyis nem volt olyan könnyű zsákmányra lelni. Követve a törzsfőnök parancsát, az indiánok szigorú szabályok szerint vadásztak. Soha nem öltek meg fiatal állatot vagy anyaállatot. Arra az esetre, ha zsákmány nélkül térnének vissza, szándékos éhezéssel edzették magukat, noha egyébként volt mit enniük. Így edzették az önfegyelmüket, önuralmukat. Nagyon egészséges életmódot folytattak, tiszta és teljes életerő buzgott bennük. A kölcsönös bizalom és törődés volt együttélésük alapja. Azonban az indiánok élete kezdett megváltozni. Az amerikaiak, akik Seattle törzsfőnök beszéde hallatán őszintén meghatódtak, megígérték az indiánoknak, hogy területeik átvételéért cserébe kényelmet biztosítanak számukra. Valószínű, hogyha nem Amerikáról lett volna szó, egyszerűen erőszakkal elvették volna a földjüket, felkelést szítottak volna, és egyszerűen agyonlőtték volna az indiánokat. Ezt látva viszont azt gondolom, hogy az amerikaiak nagyon tisztességesek voltak. Megpróbálták tisztelni az indiánokat, megbecsülni Seattle törzsfőnök szavait, és fenntartani egy jó kapcsolatot. Az amerikaiak házakat építettek az indiánoknak, iskolákat létesítettek, és biztosították a létfenntartáshoz szükséges feltételeket. Ezek a törekvések mindmáig fennállnak. Az indiánok sátraikból lakásokba költöztek, melyeknek verandáik, nappali szobáik, konyháik és kéményeik voltak. Az indiánok azt hitték, hogy álmodnak. Ez igazán a mi házunk? Ez csak ugyan gyönyörű. Megengedhették maguknak, hogy különböző bőrökből készült cipőket,
jó minőségi ruhákat, finom ételeket egyenek. Az indiánok élete óriásit változott. Ahelyett, hogy sátrakban élték volna nomád életüket, letelepedtek lakásaikban, így az életük egyre kényelmesebbé vált. Már egyre kevésbé kellett a törzsfőnökre hagyatkozniuk. Többé már nem kellett vadászniuk, pedig régen létfontosságú volt, különben hallgathatták az éhező gyerekek sírását. Akkoriban mindenképpen gondoskodniuk kellett valami ennivalóról, most viszont már vadászat nélkül is megéltek, többé nem volt rá szükség. Noha volt munkájuk, a munkába járók száma mégis egyre csökkent. Az élet már teljesen más irányba tartott, mint régen. Korábban megbecsülték a természet adományait, megpróbálták fenntartani a természet rendjét, és egyetértésben éltek a természettel. Most viszont elkezdtek finomabb és jobb dolgok után kutatni. Szerettek volna még kényelmesebb, még csodálatosabb életet élni. A szívük mélyén arra vágytak, hogy kielégítsék ezeket az igényeket, ezért igyekeztek mielőbb ebbe az irányba fordulni. Az élet csak ugyan kellemesebb lett, de tönkretette a szívüket, és ez a széthullásokat vonta maga után. A vadászat többé nem a túlélés szolgálta, pusztán egy szabadidős tevékenység volt. Csak unalomból mentek vadászni. Ha elejtettek egy állatot, örültek neki, ha pedig nem sikerült, azt gondolták, majd legközelebb, és sajnálkozás nélkül hazabaktattak. Nem volt rá okuk, hogy fáradtságot nem kímélve kövessenek egy állatot és elejtsék. Kezdetben szokatlan volt ez a megváltozott élet, de aztán az emberek egyre inkább hozzászoktak. Végül már magától értetődő volt, hogy akkor is esznek, ha nem dolgoznak érte. Ha össze is gyűltek, nem volt mit csinálniuk, csak unatkoztak. Hogy elüssék az időt, kártyáztak és ittak. Néha drogoztak is. Az élet egyre kaotikusabb és züllöttebb lett. Az ember számára nincs becsesebb annál, mint hogy boldognak érezze magát az életben. Egy tanár akkor a legboldogabb, ha látja diákjai fénylő szemeit, mert a segítségével megoldották a nehéz feladatokat. Egy lelkész akkor érzi boldognak magát, amikor a szószékről prédikál, és prédikációja által a gyülekezetben növekedik a testvérek hite. Ha az életük a hit által kivilágosodik, és magasztalás csendül fel az ajkukon, az sokkal boldogabbá teszi a lelkészt. Egy gazda akkor érez örömet, ha a szárazföld felszívja a vizet, és beérik a szeretettel elvetett gabona. Learatja a gabonát, ennivalót készít, és együtt lakmározik belőle az egész családjával. Ez teszi a gazdát a legboldogabbá. Noha az amerikai kormány házakat és iskolákat épített az indiánoknak, és gondoskodott a jó körülményekről, ezzel egyidejűleg sajnos éppen a boldogságot vették el az életükből. Az indiánok elvesztették az örömöt, azt az örömöt, amit akkor éreztek, ha a túlélés érdekében levadáztak egy állatot, közösen elosztották és közösen megették. A tiszta levegőért, a friss vízért, a vadásztársak megbecsüléséért érzett hála egyszerűen elveszett. A törzsfőnök iránt érzett tisztelet, aki a törzset bölcsességgel és bátorsággal vezette, elveszett. Épp úgy, mint az önfegyelem, a szeretet és a megbecsülés minden dolog iránt. Az amerikai kormány ezt igazán nem szándékosan tette, de végül elvettek az indiánoktól minden boldogságot. Az indiánok minden szépet elveszítettek az életükből. Már csak az éltette őket, hogy kielégítsék vágyaikat. Megpróbáltak különféle utakat keresni, hogy kielégítsék az igényeiket. Kártyázással ütötték el az időt, ami idővel szerencsejátékká fejlődött. Kezdetben szórakoztatta őket, hogy pénzt nyernek, később azonban elkezdték becsapni a barátaikat, hogy ne veszítsenek pénzt. Ez persze vitákhoz vezetett, és az életük egyre inkább elveszítette az egyensúlyt. A csodálatra méltó magatartás, a frissítő örömök, melyek korábban bennük voltak, most eltűntek. Azok az idők, amikor még együtt vadáztak a törzsfőnökkel, amikor a törzs körbeülte a tüzet, megsütötték és megették az elejtett állatot, együtt énekeltek, lassan egy múló történetté vált. Az elégedettség,
a birtoklás, minden, ami a saját dolgaiket jelentette, az emberség és az öröm, amit akkor éreztek, mikor együtt voltak, nyomtalanul eltűntek. Régen, ha a szomszéd gyermek elesett, felsegítették őt. Leporolták a ruháját, és kedvesen figyelmeztették. Vigyázz, szóval lépsz! Az ilyen szívmelengető jelenetek teljesen eltűntek a faluból. Az indiánok szíve egyre inkább megromlott. Ittak és drogoztak. Végül már azt sem tudták, miért élnek. Ettek, ittak és éltek, de csak az élvezetekért. Nem találták az értelmét ennek az életnek. Miért élek? Mi haszna az életemnek? Feltétlenül muszáj élnem? A gyakori konfliktusok és problémák a barátok között szintén bosszantóak, idegesítőek voltak. Az indiánok egymás után dobták el az életüket. Az indián öngyilkosságok száma óriási tempóban növekedett. Az indián rezervátum kérdése nemzetközi problémává vált. Szomorú tény, hogy a mi életünk is pontosan ebbe az irányba halad. Régebben is előfordult, hogy valaki öngyilkos lett, mert valami nagy szörnyűség történt vele, manapság azonban nagyon gyakran hallani, hogy az emberek öngyilkosságot követnek el. Régen teljesen abszurd volt, hogy egy középiskolás vagy egy főiskolás diák eldobja az életét, de manapság már az általános iskolások is öngyilkosságra vetemednek. Országunk mezőgazdasága igen fejlett és gazdag, de az emberek hidegszívűek, és már nem tudják, mit jelent hálásnak lenni. Az értékes levegő és a víz, a békesség, egy jó alvás és reggeli ébredés, a remény, az érzés, amikor a nap fölkel, az öröm, amit az ember akkor érez, ha szorgalmasan dolgozott, és látja munkája eredményét, ezeket a dolgokat az emberek elveszítik. Ha az ember azokat a dolgokat követik, amiket a test követel, piszkos, mocskos és bonyolult vágyak ébrednek benne. Az ilyen vágyak kiszorítják az örömöt és a boldogságot, és ezek válnak az ember barátjává vagy családjává. Egy pillanatra csábítóan hatnak, de végül olyan ürességet és félelmet eredményeznek, amit az ember korábban nem érzett. Az ember végül kétségbe esik, és azt gondolja, muszáj nekem így élnem? Seattle törzsfőnök beszéde igazán megható volt. Ki az, aki hálás a levegőért, amit belélegzünk? Ki beszél arról, hogy mennyire értékes? Ki az, aki hálás a napsugarakért? Ki örül a mezei virágoknak, és ki élvezi az élet szépségét? Az emberek megvetik ezeket a gyönyörű dolgokat, melyeket Isten, a Teremtő adott nekünk, és sokkal inkább érdekli őket egy nagyobb ház, egy még jobb autó, egy sokkal jobb mobiltelefon, és még pompásabb ruhák. A világ egyre hidegebb, sivárabb és ridegebb lesz. Egyre növekszik azok száma, akik kétségbe esnek, a gazdagsággal pedig együtt növekszik a gyötrelem is. Idáig tartott ez a fejezet. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, meghallgattátok. Folytatása következik.